Katona Dénes a Szekszárdi Szakképzési Centrum Paksi első István szakképző iskolájának tanulója. Kiskora óta hegesztő édesapja mellett tanulta, melyik szerszám mire való, hogy kell használni. Azt mondta, már akkor eldöntötte, hogy ezzel akar foglalkozni és pénzt keresni. Szeptembertől a Paksi Mezei M Welt Kft-nél tanulja a szakmát. Most per pillanat a kalapácsot csináljuk, reszelővel, sorjázóval úgy. Nehezebb csinálni, mint más munkadarabot, mert ez vastag alapanyag. Úgyhogy lesz egy-két gond vele, de menni fog. Családban édesapám is hegesztő, és hát megtetszett ez a szakma. Ő is tanít engem otthon hegeszteni, itt a mezénél is tanulok sokat, hogy bejelölni a munkadarabot mit, hogy. Ugye még vágni nem vághatunk, mert még elsősök vagyunk. Akkor szólunk a mesternek, levágja a munkadarabot méretre, és akkor nekünk össze kell hegeszteni. Nálunk úgy van, hogy egyik héten iskola van, ugye hétfőtől péntekig, másik héten meg hétfő, kedd iskola, és csütörtök, vagy szerda, csütörtök, péntek gyakorlat. Vannak olyan iskolatípusok, miénk is ilyen, aki szakképzőiskola is, és technikum is, azaz be tudnak jönni egy 3 éves képzésre, és be tudnak jönni egy 5 éves képzésre is. A Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának vezetője mutatta be a diákoknak, hogy a nemrég megjelent szakképzési törvény végrehajtási rendelete mit is jelent. Az ő iskolájukban is számos olyan szakmát lehet tanulni, amelyekre nagy a kereslet, és egyúttal a munkaerőpiaci hiányokra adnak választ. Ahogy mondta, szeptembertől új, az ipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervvel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke. Iskolánk a Szekszárdi Szakképzési Centrum immár 30 éve várja a szakmát tanulni vágyó fiatalokat. Iskolánk Paks térségébe található, a várostól mindösszesen 5 kilométerre, egy csodálatos zöldövezeti környezetbe. Az infrastruktúrális feltételeink is azt gondolom, hogy a térségben egyedülállóak. A szakképzést választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartani, hiszen a technikusokat és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. A meglévő vállalati kapcsolatok mellett folyamatosan keressük és bővítjük a kapcsolatainkat. A képzési kínálatunkat mindig úgy alakítjuk ki, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodunk, és a vállalati igényeket beépítjük a képzési struktúránkba. Magas szintű szakmai képzésen túl fontosnak tartjuk a diák élet színesítését is, különböző pályázatok segítségével rendezünk különböző kirándulásokat, rendezvényeket, ami azt gondolom, hogy egy olyan plusz sikerélményhez juttatja a gyerekeket, amely a tanulmányi eredményben is megmutatkozik. Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyermekek a gyakorlati helyen és az iskolán kívül is öregbítsék a hírnevünket. Az építőipari szakmák térségünkben eddig is népszerűek voltak, hiszen Paks 2 miatt azt gondolom, hogy ez most országos hírnévre is szert tett. A szakma megszerzése után ezek a szakemberek 100%-ban el tudnak helyezkedni, hiszen óriási hiány mutatkozik nem csak a térségünkben, hanem országosan is az építőipari szakmák iránt. Ma már olyan biztos megélhetést jelent egy szakma, hogy egy fiatal bátran a kétkezi munkája lévén is olyan keresetre tud szert tenni, mint egy pályakezdő diplomás. Felmértük korábbi diákjainkat, akik már rendelkeznek a szakmákkal, megszerezték iskolánkban a szakképesítésüket, és az a tapasztalatunk, hogy a diákjaink 60%-a azonnal elhelyezkedik a munkaerőpiacon. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk, akik nálunk szereztek szakmát, és 40%-uk pedig tovább marad itt iskolánkban, és szerez még érettségi bizonyítványt. Természetesen az a maradék 60%, aki már azonnal szakmát, vagy azonnal munkát vállal, azokat úgy kell elképzelni, hogy azokból is a többség az felnőtt oktatás formájában további szakképesítést szerez. Ma már olyan innovatív, korszerű technológiát alkalmazva tanulják meg diákjaink a szakmát, hogy a szakmai presztízst szereznek a 3. év végére, hiszen a digitalizáció minden szakmában megjelenik. 2019. szeptemberében egy pilot program keretében elindítottunk egy pályaorientációs osztályt, és ezt 2020. szeptemberében is indítani fogjuk, és azon tanulókat várjuk, akik a 8. osztályt elvégezték,
az nem feltétel, hogy most 2020 júniusában végezték el a 8. osztályt, korábbi évben is már elvégezhetik. Ide azokat várjuk, akik elkezdtek egy szakmát, de úgy gondolják, hogy nem találták meg benne a jövőképet, és ezáltal elhagyják azt a szakmát, akkor tanácsoljuk nekik, hogy jöjjenek ebbe az osztályba. Felmérések alapján 2018-ban 23,5%-kal nőtt az építőipar termelékenysége. Ez azt jelenti, hogy egyre több szakmunkásra van szükség, például hegesztőre, mivel ezen szakma 7 megyében is az 5. legnagyobb hiány szakmának számít. Jó. Így meg 13. Innen is. Igen, így 13 mindegyik, és akkor így befelé meg 50, és szépen összehúzod, összevonalazod. A most hiány szakmának számító hegesztő, valamint épület és szerkezet lakatos szakmát tanulókat a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja. Ezen diákok akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes, elméleti és gyakorlati tudást is szerezhetnek. Mindezt az iskola helyi cégekkel való közös együttműködése is segíti. Ilyen a közelben található Mezei Mihály által vezetett vállalattal való partnerség is. Én is oktatom őket, mert itt is van elmélet, tehát itt is van hegesztésismeret, itt is van egy tanterem, ahol a gyerekek beülnek, és ugyanúgy mi azzal a tematikával, azzal a szisztémával haladunk itt a gyerekekkel, mint amit az iskolában már hallottak, tanultak, jegyeztek, írtak, rajzoltak, mindent, tehát mi elég jól összedolgozunk itt az első Istvánnal, és természetesen, hogyha bármi gondunk van, akkor azonnal ezt tudjuk orvosolni, mert hát ugye itt vagyunk a szomszédban, tehát tényleg 5 perc. Tehát ugyanúgy mi írjuk az e-naplótól kezdve, mi írunk mindent a gyakorlati oktatással kapcsolatban, a gyerekeknek a hiányzásokat, a jegyeket, tehát amit mi osztályzunk. 3-szor osztályzunk egy hónapba, tehát ugyanúgy elméletet, gyakorlatot és még a hegesztésnek a gyakorlatát, tehát 3 jegyből tevődik össze a diákoknak a havi jegy, amit az iskolába az osztályfőnök lezár. Az ösztöndíjrendszer nálunk ugye meghatározott ösztöndíjrendszer van, vannak akik ugye magasabb tanulók, vagy jobb tanulók, azoknak kicsit magasabb az ösztöndíj. Úgy szintén egyformán van utazási kedve, utazási jegy van nálunk, akkor étkezési jegy van nálunk. Aki jobban tanult, tehát annak magasabb az ösztöndíja. Tehát, de igen, itt a 9-eseknél nem tud ez megvalósulni, mert ugye még a 9. osztály az nem tudja azt, amit mondjuk a 10. vagy a 11. osztály. Most ugye 11 fő van nálunk. Itt a mi meglátásunk szerint talán egy 4 fő, ha itt marad, a többi az máshova megy. A 4 főnek ugyanúgy, hogy akkor megemeljük az ösztöndíját, de itt nekünk elő van írva az ösztöndíjnak az emelése. Kiadták, hogy mit kell nekünk megcsinálni a mestervizsgától kezdve, a hegesztő mesterlevéltől kezdve, az elméleti oktatáshoz a pedagógiai ismereteket és a pszichológiai ismereteket, ezt mind meg kell csinálni, tehát anélkül nem tud az ember oktatni. Erre mi ugyanúgy mindent megcsináltuk most. Tehát a 9-es diákok minden második héten 3 napot vannak itt, szerda, csütörtök, péntek. A 10-es diákok vannak itt minden második héten, kedd, szerda, csütörtök, péntek. A 10-es diákok azok meg minden második héten itt vannak, és hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. És 7-től 2-ig vannak, tehát ez így ez rendszerezik, mert végül is hát a buszjáratot is figyelembe kell nekünk venni, hogy ugye most egy kicsit kiesünk a várostól, és akkor így figyelembe kell venni. A vállalat a korszerű szakképzés mellett növeli Tolna megye népesség megtartó erejét is. Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzésen, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy a választott területen karriert építő fiatalok meg is maradjanak pályájukon. Ez segíti az ugyancsak Pakson található DC-gépszer is. Fő tevékenységi körünknek megfelelően hegesztési gyakorlatra és hegesztési szakmára jelentkező úriemberek képzését végezzük
a szakmai részét a Gépszer Kft-nél. 10 éve tart az együttműködés, pozitívumok első körben a szakmunkás erő és erőforrások hiánya miatt a saját általunk képzett, profilozott új szakmunkás erő betanítása, illetve képzése. Az iskolának természetesen nem kell egy ekkora költséggel fenntartható tanműhelyt ellátniuk, finanszírozniuk. Nekünk viszont ez azért jó, hogy tudunk válogatni a megfelelő szakmunkás erőből, erőforrásból. A hegesztési szakma fortéjait, szépségeit mutatjuk be, így nem csak a pad mögött, hanem fizikálisan is szembesülhetnek, illetve gyakorolhatják ezeknek az apró momentumait, mozdulatait. Hogy az ide jelentkező diákoknak ösztöndíjat, munkaruhát, buszbérletet tudunk felajánlani, illetve folyamatos szakmai képzést, nem csak a hegesztőmester által, hanem jó magam által is tudunk szellemi oktatást is, ami hiányosságokat nem kapják meg netán talán az iskolába, azt itt pótoljuk. A hegesztés terén is az innováció egy fő fogalom, ez folyamatosan lüktet és fejlődik. A lényege az, hogy a fémes kötéseket minél jobb minőségbe tudjuk előállítani, ezáltal a megfelelő operatív személyzet szükséges ezeknek a bonyolult berendezéseknek a kezeléséhez. Naprakész oktatói tudás birtokában tanítják az odaérkező szakmai gyakorlatot végző diákokat. Közülük többen maradtak és helyezkedtek el munkaszerződéssel a cégen belül. A szakképzés azokat a készségeket segíti elsajátítani, amelyeket a munkaadók elvárnak. A legtöbb diák szerint a szakképzés kiváló munkaerőpiaci kilátásokat nyújt, belépőjegy a keresett és jól fizetett szakmák világába. Azért választottam a hegesztő szakmát, mert nagyon jó szakmának tartottam, meg otthon is volt egy hegesztőgépünk, amin otthon hegeszgettem, és megtetszett így a vassal kapcsolatosan így ez az egész. Eleinte nem itt ennél a cégnél voltunk, ott inkább lakatos munkákat reszeltünk, köszörültünk, azt nem nagyon szerettem. De viszont itt, amióta itt vagyunk, azóta csak hegesztünk, először elektrodával hegesztettünk, utána így szépen fokozatosan avival, CO-val, lánggal hegesztettünk, de inkább avival csövet hegesztünk, kicsi csőtől nagy csövig. Ahogy végzek a szakmával, egyből el szeretnék helyezkedni egy olyan céghez, ahol még tudok továbbfejlődni, de még úgy nagyon nem nagy elképzelésem nincs, hogy hova. Nagyon sok pénz van benne, az biztos, igazából itt Magyarországon is lehet jól keresni a hegesztő szakmával. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is felmérte a jövő munkavállalóinak munkahely választási preferenciáit egy hazai cég. 37 ezer fiatalt kérdeztek meg a munkavállalási elképzeléseikről. A kutatásból kiderül, hogy a 16-28 éves korosztály számára a munkahelyválasztási szempontok között első helyen a rugalmas munkarend és munkaidő áll, melyet az alapbért megelőzve a stabilitás és kiszámíthatóság követ.